Grínesike játék volt. Mi? Őrült vagy? Játékos! Zsodike, nyugodj meg, nem érzek semmit Dima iránt. Azért vagyok itt, hogy megkérjem, segítsen helyreállítani a kapcsolatunkat Smiley-kkal. Figyelj, te! Elegem van belőled. Menj és beszélj Smiley-kkal. Dima veled majd különben elbeszélgetek. Érted? Ez az. Senki sem zavarhat meg minket, csak te és én. Csak te és én? Mit akarsz nekem elmondani? Pica, add a kezed. Olyan édes, kedves, gyönyörű vagy. Más, mint Nastya. Azt hiszem, hogy beléd szerettem. Istenem, Ice, igazán. Ez akkora meglepetés. Azt hiszem, én is szerelmes vagyok beléd. Mi? Istenem, Smiley, láttam azt a csókot. Egyáltalán semmi komoly. Ez csak egy fogadás volt. Talán neked nem komoly, de én nem bocsátanék meg egy ilyen csókot. Az iskolások mit gondoltok? Megbocsássuk a barátnőnek, vagy ne? Vagy jobb kimenni az iskolán kívül és foglalkozni Dimába? No, hát gyerünk, ha attól jobban érzed magad, de ez nem Diana hibája. Zöldike, ez egy csók volt Dima és Diana között. Igen, csak Dima tudja bebizonyítani, hogy ez csak egy játék volt. Még jó, hogy nem játszok ilyen játékokkal. Karina, szeretlek. Én is szeretlek, baby. Nem, Green, beszélnem kell Smiley-val, mert először Dianával kezdtem flörtölni. Nos, lányok, mától nem edzhettek többé nyuszi kabátban. Világos? Oké, de miért? De miért? Lányok, Dianának rossz kedve mamma? Nem tudom, Kabala. Lányok, túl meleg van kabátban edzeni, és ráadásul egyáltalán nem vigyáztok az egyenruháitokra. Láttátok a felsőiteket? Foltok vannak a hónotok alatt. Hát, nem tudom, Diana, minden héten mosuk az egyenruháinkat. A felsőmmel minden rendben van, nincs rajta folt. Lányok, hogy ne tegyük tönkre a pomponlány egyenruháinkat, ma ezekben a pulóverekben fogunk edzeni. Diana, mi van veled? Tuti, hogy a rózsaszín pomponlány egyenruhájában fog edzeni, igaz? Nem, lányok, én is pulcsiban fogok edzeni, mint ti. A pomponlány csapatban mindenki egyenlő. Egy kis változás. Kabala, kimész? Csak elfordulok. Visszafordulhatsz, Kabala. Megváltoztunk. Lányok, kezdjük az edzést viták nélkül. Nyuszi csapata a legjobb. Hát, lányok, most már kezdjük az edzést. Kezdjük a győzelemmel. G-Ü-Z-E-L-E-M. Győzelem. Nyuszik a legjobbak. Nos, srácok, megijesztjük a lányokat? Smiley, már nem mi vagyunk a kosarasok, vesztesek vagyunk, igaz? Max, hallgass Smiley-ra, és nem utogass magad. Ennyi, srácok, már nem mi vagyunk a kosárlabdások. Menjünk és vegyük el a egyenruhánkat, most menők leszünk, srác. Max, menjünk. Smiley, de menő srácok csak azok, akik sportolnak, nem azok, akik utcán heverésznek. Figyelj, Max, ha akarsz, mehetsz és játszhatsz tovább, de akkor nem vagy velünk. Max, te is velünk vagy? Veletek vagyok. Győzelem! A nyuszik a legmenőbbek! Lányok, gyakoroljatok, mindjárt visszajövök. Sziasztok, kosárlabdázók! Mi történik? Miért nem viseltek egyenruhát? Edzésünk van, mindjárt befejezzük. Örülök neked. Már mi nem vagyunk a kosarasok, azért vagyunk itt, hogy elvigyük a cuccainkat. Mi már nem vagyunk a kosarasok, hanem menősrácok vagyunk. Várj, Smiley, nem értelek. Hogy érted? Már nem vagytok kosarasok? Srácok, magyarázzátok el! Lányok, vége az edzésnek! Nos? Nem tudod kitalálni? Többé nem edzhetek veled egy edzőteremben. Hozd csak ide azt a focistádat. Diana csókja Dimával mindent elrontott. Mi? Igazán? Srácok, az igazság vagy a cselekvés miatt hagytátok abba a kosárlabdát? Ó, ember, Méri, meg vagyok döbbenve, nem számítottam. Max, maradnod kell, nem az igazságot vagy a cselekvést játszottam, nem vagyok olyan, mint Diana. Ó, de várjunk, megvárjuk, amíg abba hagyja. Kabala, átöltözhetsz, az edzésnek vége. Méri, küzdj Mike-ért. Smiley, figyelj, ez csak az igazság vagy cselekvés játék volt, ne hagyd abba a kosárlabdát, kérlek, és tudnod kell, hogy nem érzek semmit Dima iránt. Ha nincsenek érzések, akkor a lányok nem játsszák a fiúkat, gyerünk. Sziasztok, pompomlányok! Ó, ember, ne! Diana, ezt komolyan gondolják? Azt hiszem, igen. Gyerünk, Diana, ne fáradj! Smiley egy kicsit megnyugszik, és minden rendben lesz. Hát, lányok, nem tudom. Lányok, folytatjuk az edzést! A kosarasok miatt nem kell elkeserednünk! Kabala, ne szórakozz, oké? Okay? Ismered Dianát, beszélned kell Dimával, és meg kell kérned, hogy magyarázzon el mindent Smiley-nak. Ez csak játék. Lányok, megpróbálhatnám, de csak ha Dima is beleegyezik. Ice, úgy döntöttél, hogy romantikus ebédet szervezel? Igen, Pica, be kell vallanom neked valamit. Istenem, mi van, ha valaki bejön? Nem fognak, csak egy pillanat. Ó, Istenem, mit fogsz nekem mondani, szerelmes vagy? Így né. Nos, a kávézó nem működik.
Ez az, senki sem zavarhat meg minket, csak te és én. Csak te és én? Mit akarsz nekem elmondani? Pica, add a kezed. Olyan édes, kedves, gyönyörű vagy. Más, mint Nastya. Azt hiszem, hogy beléd szerettem. Istenem, Ice, igazán. Ez akkora meglepetés. Azt hiszem, én is szerelmes vagyok beléd. Mi? Nem működik a kávézó? Ryan, mi történt? A kávézó nem működik. Ez rendben van szerintetek? Én itt éhezek. Ugye, Ryan, lehet, hogy Ice kiment WC-re. Próbáltad kinyitni az ajtót? Talán nyitva van. Miért próbálja meg, ha azt írja, hogy nem működik a kávézó? Semmi értelme, várnunk kell. Nos, te várhatsz, én bemegyek a kávézóba. Hé, óvatosan, gyengéd vagyok. Rendben, lányok, nyitva van. Büszke vagyok Patrickemre. Nincs mire büszkének lenni. Igazán? A kávézó nyitva van? Mekkora bolond vagyok. Ice, mit jelentsen ez az egész? A kávézó nem működik, itt meg egy romantikus ebéd folyik. Gyerünk, csinálj nekünk egy pizzát, siess! A szerelem estig várhat. Vadállatok, nem tudtok olvasni? Ott azt írta, hogy nem működik kávézó. Ice, csinálj nekünk pizzát, a diákok éheznek. Ice, mi ez a kiírás? Ez hamis? Mekkora vademberek vagytok? Ice-nak nem lehet magánideje? Rendben van, pizza, hagyd. Miért kértek? Pepperonit. Nekem meg egy vegán pizza lesz gombával. Ki mondta, hogy leveted azt a cetlit? Te bolond. Igen, bolond vagyok. Nem tudtam, hogy itt romantikus találkozót folytat, ahogy látod. De tönkretetted az egészet. Éhező diákok. Ó, ezek a kapcsolatok. Ice most talált barátnőt és azonnal megfeledkezett a munkájáról. Egyetértek, a teljes kávé múltkor savanyú volt. És a pizza megégett. Találkozz velünk, a menős rácok itt vannak. Hello, mindenki. Ájsz, téged nekünk! Hogy mi? Tényleg azt mondtátok, hogy menő srácok? Itt mindenki menőnek tartja magát. Milyen legyen a steak? Light. Hé, menő srácok, hagyjatok egy normális borravalót az én Ájszomnak, és ő jó steaket tud sütni. Mi? Mi? Hé, te, ülj ott csendben abban a székedben. Majd mi eldöntjük, hogy hagyunk-e borravalót. Annyira durvák, Ice, durvák velem. Ice, hallottad? Durvák voltak a barátnőddel. Menj, mutasd meg nekik, és velem is durvák voltak. Ha együtt lennének, elmennék és megmutatnám nekik, de nem szórakozom hárommal. Na lányok, győzzük meg Dimát együtt. Nem fog csak rám hallgatni. Diana, rábeszéljük Dimát. A lényeg, hogy Zöldike ne legyen vele. Nézd csak. Ó, Nyuszi, hol vannak az egyenruháitok? A Nyuszi már nem Nyuszi. Figyeljetek, békák, mi nem ti vagyunk. Télen és nyáron egy szín. Ne nyújj Dianához. Rosszul érezzük magunkat nélküled. Istenem, a Nyusziknak nincs jó kedvük. Ne törődj a hangulatokkal, mindig savanyúak. Szomorú és dühös. Nyuszik, miért vagytok itt? Tulajdonképpen itt vagyunk a pasiainkkal. Keresétek meg a kosárlabdázóitokat. Ó, Kostya, rossz erőérzetem van. Dima, gyerünk. Zöldike, valójában beszélnem kell Dimával. Igen, komoly dolgokról kell beszélnünk vele. Zöldike, most maradj ki ebből. Szóval, Dima, Smiley véget vetett a kosárlabdázásnak. Ez jó, most a focisták a legmenőbbek az iskolában. Igen, Kostya, te vagy a legjobb. Diana, nem én, hanem Smile döntött így. Igen, természetesen. Nem Dima és nem is Diana a hibás. Nem értem, van valami, amit nem tudok? Igen, Zöldike, sok mindent nem tudsz. Dima és én igazság vagy cselekvést játszottunk. Igen, és Diana fogadott egy csókot Dimának, és megcsókolta. A kosarasok ezért felhagytak a kosárlabdával. Green, ez csak a játék volt. Mi? Őrült vagy? Játékos! Zöldike, nyugodj meg, nem érzek semmit Dima iránt. Azért vagyok itt, hogy megkérjem, segítsen helyreállítani a kapcsolatunkat Smiley-kkal. Figyelj, te! Elegem van belőled. Menj és beszélj Smiley-kkal. Dima veled majd különben elbeszélgetek. Érted? Zöldike, ez egy csók volt Dima és Diana között. Igen, csak Dima tudja bebizonyítani, hogy ez csak egy játék volt. Még jó, hogy nem játszok ilyen játékokkal. Karina, szeretlek. Én szeretlek, bébi. Nem, Green, beszélnem kell Smiley-kkal, mert először Dianával kezdtem flörtölni. Zöldike, mit mondtál? Először Diannával kezdett flörtölni. Nem az ő hibája. Ez az, csak szakítok vele. Zöldike, ne aggódj, Dima épségben visszatér hozzád. Kozja, te tudtál róla? Igen, tudtam. Miért nem mondtad el? Nem akarok belekeveredni, nincs semmi közöm más kapcsolatához. Zöldike, ne nyújj Kozjához, a babám tökéletes. Karina, nagyon örülök, hogy tökéletes a babád. Így van, Kostya, te ne szólj bele, hagyd, hogy Zöldike és Dima megoldják, elegem van belőlük. Karina, játszunk? Játszunk egy csókért. Mia, elfelejtetted, hogy te követsz hátulról? Nehogy velünk gyere! Nem megyek hátul, én is ebben az iskolában tanulok. Igen, Mia, te is itt tanulsz, de Jana és én nem hagyhattunk felügyelet nélkül, ezek a diákok megesznek téged. Igen, vannak itt kígyók és viperák. Ezt hogy érted?
Mia, van egy javaslatunk. Meg fogunk védeni. Nem hagyjuk, hogy bárki megbántson. És, hogy érted? Adsz nekünk ruhákat az üzletből. Még a címgéket se vágjuk le, bulizunk, és utána visszaadjuk őket. Te megőrültél? Ha a tulaj megtudja, mit fog velem tenni? Semmit. Láttunk egy címkét a farmerodon. Te magad csinálod. Nincs több címke. Megvettem ezt a farmert. Ó, vettem. Oké, próbálj meg egyedül lenni egy napig ebben az iskolában. Akkor jössz hozzánk. Ti megőrültetek. Milyen feltételek ezek? A ruhákat a butikból akarjátok. Hello mindenki! Sziasztok, nyuszik! Nézzétek meg az új leopárd mintás kabátom. Megnéztük, Ryan. Jó. Figyelj, Smiley, kérlek, hallgasd meg Dimát. El fogja mondani az igazat. Iskolások, hallottad? Dima focista azért jött, hogy kifogásokat keresen, hogy miért csókolta meg a barátnőm. Smiley, nem utogass, hallgass Dimára. Smiley, ez nem a Diana hibája, ez csak egy játék volt, először föltölni kezdtem. Srácok, a helyetekben nem hinnék ezeknek a pompom lányoknak. Dima, miattad adtuk fel a kosárlabdát? Dima, nem tudtad, hogy nem helyes mások pasiknak a barátnőikkel csókolózni? Istenem, Smiley, láttam azt a csókot, egyáltalán semmi komoly, ez csak egy fogadás volt. Talán neked nem komoly, de én nem bocsátanék meg egy ilyen csókot. Kérlek, ne szúj bele a beszélgetésünkbe. Csak Smileykról, Dimáról és rólam van szó. Smiley, kérlek, kész vagyok bocsánatot kérni, de a lényeg, hogy visszatérjetek a kosárlabdához, és ti is, fiú. Szóval, iskolások, mit gondoltok? Megbocsássuk a barátnőnek, vagy ne? Vagy jobb kimenni az iskolán kívül és foglalkozni Dimával? No, hát gyerünk, ha attól jobban érzed magad, de ez nem Diana hibája. Fiúk, ne veszekedjünk, Smiley. Nem, Méri, nézd csak rá. Egy lila hajú sztár. Gyertyák. Azt hiszem, Ice szerelmet vallott neki. Ó, gyerünk, ne fáradj. Kit érdekel? Csak azt akarom, hogy Max visszatérjen a kosárlabdához. Figyus rácok, szerintem menjünk el innen. Nem bírom ezeket a veszekedéseket a kávézóban. Igen, menjünk. Zöldte a békáknak. Hú, azt a mindenit, nézd, micsoda buli. Figyeljük, miről beszélnek. Smiley, ha mégis ott hagyod a kosárlabdát, akkor szakítsunk, hogy teljes legyen a készleted. Mire jó ez az egész cirkusz? Magyarázd el! Mi cirkusz? Diana, megcsukolod a focista exedet, ez neked nem elég cirkusz? Húhú, itt nagyon forró a hangulat. A kosarasok abba hagyták a kosárlabdát. Nem újdonság, $100 fogadok, hogy Diana és Smiley szakítani fognak. Smiley, gondolkoz, igen vagy nem? Ice, köszönöm a teljes kávét, megyek az osztályterembe. Hé, mi van a pénzzel, Ryan? Srácok, hogy bírtam? Jó voltál, de most megyek órára. Smiley, nekünk is mennünk kell. Még teát sem tudunk inni. Végre mindenki elment. A te kedvedért, pizza, még az órát is kihagyom. Hol tartottunk? Mondtam, hogy én is szerelmes vagyok beléd. Srácok, büszke vagyok rátok. Az előző tesztet 5-ösre írtátok. Diana, kérlek, ne haragudj, higgadj le! Nasztja, nagyon rosszul érzem magam. Srácok, igazán boldoggá tesztek. Kostya, te nem csak a szerelemre gondolsz. Szép volt, Tomi. Békák, szép munka. Mi lesz velem, Mike tanár úr? Laila, mint általában jó sikerült, nem meglepetés. Diana, ne haragudj, te is 5-ösre írtad a tesztet. Diana... Nasztja, mi a baj Dianával? Nem aludt jól? Nem, Mike tanár úr, csak Dianának nagy problémái vannak Smile-al. Látom. Diana, vedd fel az füzetedet és ne legyél idege Smile miatt. Elkezdjük az órát. Srácok, ma a mértékegységeket tanulunk angolul. Diana, nyugi, minden rendben lesz. Kibékültök. Nasztja, én alig várom, hogy lássam Smile-ikot és bocsánatot kérjek. Nem hiszem el, hogy ilyen könnyen fel tudja adni a kosárlabdát. Hé, Mia, ismered ezt a témát? Megengedted, hogy másoljak? Mi? Nem vagyok otthon a témában. Csss, lemásolhatod jajáról. És akkor mi van? Kibékültek Smiley-kkal? Nem, mi nem. Nem ismered Smiley, csak felvág, nagyon sajnálom Dianát. Srácok, kezdjük előről. Mia, te új lány vagy itt, úgyhogy menj a táblához. Én? A táblához? Mike tanár úr, ő nem tud semmit. Oké, Ryan, te tudsz valamit erről a témáról? Menj a táblához. Én? Nem értem én ezt a témát. Hadd menj el, jaja, ő biztos tudja. Mike tanár úr, szabad? Felkészültem. Oké, Laila, gyerünk. Most Laila mindent elmagyaráz nekünk. Diana, ne legyél idege Smile miatt. Nézd meg az új tetoválásomat. Mi? Mike tanár úr azt írja, hogy Diana csillag. Miért? Hogy ne idegeskedj. Én büszke vagyok rád. Gyerünk, tanuld meg az új témát. Nasztja, láttad ezt? Mike tanár úr feltetováltatta a Diana csillagot a kezére. Mi? Sziasztok! Gyerünk, lányok!
Diana, akarod újra beszéltek Smile-al? Nem, Dima, köszönöm. Megoldom én magam. Sok sikert, Diana. Nos, Diana, az utolsó óra. Hazamegyünk, vagy menjünk el? Lányok, először is szeretnék átöltözni és utoljára beszélni Smile-ikkal. Nastya, hazamegyünk, vagy Dianával? Méri, természetesen Dianával. Diana, mi a baj? Max is elment. Őszintén szólva, Méri, Max egy bunkó. Követte Smile-t. Nem értem, mit csinálnak ezek a kosarasok. Nyugodj meg, Méri. Megpróbálok beszélni Smile-ikkal, és ha elértem, akkor a Maxod is visszajön. Tudjátok, lányok, elegem van a fiúkból. Persze, megsértődtem, hogy Ice elhagyott, de nincs Ice, nincsenek gondok. Fiúk? Smile-ik, nagyon örülök, hogy végül eljöttél beszélgetni. Ki mondta neked, hogy beszélgetni jöttem? Azért vagyunk itt, hogy elvigyük a cuccainkat. Az órám és a láncaim itt vannak valahol. Smile-ik, mindent visszaadok neked. Itt van a szekrényben. De először szeretnék bocsánatot kérni. Bocs, ez ilyen hülye helyzetben derült ki. Kérlek, menj vissza kosárlabdázni. Srácok, tényleg vissza kellene jönnötök? Mihez kezdünk nélküled? Pompomlányok kosarasok nélkül. Pont így. Smile-ik, kérlek. Pompomlányok, most a focistákkal vagytok. Menjünk, srácok. Sok szerencsét. Max még rám se nézett. Olyan szemtelenek. Lányok, most hozzánk megyünk, és eldöntjük, mi legyen a következő lépés. Srácok, lájkoljátok ezt a videót, iratkozzatok fel a csatornára, várjátok az új klassz videóinkat. Sziasztok, sziasztok. Gyerünk, lányok.